90. születésnapja alkalmából minden jót kíván fia Lajos, menyei unokái, dédunokái, továbbá minden kedves szomszédja és ismerőse. Facebookon érkezett a következő üzenet. Édesanyjának kíván minden jót Teodor. Ajkán Sándor Lajosnénak névnapja és 90. születésnapja alkalmából Istentől megáldott jó egészséget kíván, köszönve szeretetét, türelmét és emberségét a család apraja nagyja. Egerlövőn pedig fiának, Korpás Sándornak kíván 60. születésnapja alkalmából minden jót édesanyja. Szerelem, szerelem, ezt az alcímet kapta annak idején a műsor, amelyben Pere János Máté Otiliával együtt énekel. Érzékeny egyéniség, mindig remekül megtalálja a hangot a közönséghez. Eszményi művésztárs, a közönséget egyszerre nevelő és kiszolgáló művész. Pálya és művésztársai jellemzik így ma esti vendégünket, Pere Jánost. Jó estét kívánok, szeretettel és tisztelettel köszöntöm. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Hát nagyon örülök, ezek tényleg a kollégáimnak a véleményei, ami azt jelenti, hogy a kollégák mondják ezt, akkor inkább igaz, mint hogyha egy tapsoló közönség mondja ezt. Na de az is nagyon hálás a persze, közönség, persze. Hiszen a közönség élteti a művészt. Hát nagyon is. Évtizedeken keresztül az ön esetében is. Hogy lehet az, hogy annak idején minden idők legfiatalabb Kukorica Jancséja volt állítólag? Hol történt mindez? Hát az egész életemre az volt jellemző, hogy engem mindig kiválasztottak, ide is kiválasztottak. Egy énekkari próba volt a gimnáziumi énekkarban, és akkor Pécsett volt, igen, és valaki bejött, és úgy nézegette az embereket, köztük rám mutatott, és azt
és énekelj valamit. És akkor közölték, hogy én leszek a Kukorica Jancsi, hát ennyire egyszerű volt. Azt mondja, hogy önt választották mindenhová, de azért a Magyar Rádió énekarában már felvételizni kellett. Hát felvételizni kellett. De önnek kellett megtenni az első lépést. Igen, igen, hát az első lépés az úgy történt, hogy én tárgyalásra jöttem föl a Sapszon Ferenc karnagyúrhoz, hogy szeretnék valamit csinálni, és ő azt hitte, hogy én már próbaénekléssel jövök, úgyhogy minden kotta nélkül ott álltam, de azt mondta, hogy ó, nem számít, hát itt a rádióban minden itt van, kottatárba. Kikértük a Lenz király áriáját, azt elénekeltem, és 2 hét múlva megjött a papír, hogy fölvettek. És 15 év lett belőle. És 15 év tartalmas év, ami azért is lehetett fantasztikus, mert műfaj sokszínűség jellemezte, illetve jellemzi ugye a Magyar Rádió énekarának repertoárját. Azt kell tudni, hogy a rádió egy óriási gyár volt, ott rádiójátéktól kezdve zenei fölvételekig minden történt. Így operett fölvételek, vokált kellett énekelni, mindent, de talán az volt a leglényegesebb nekem a rádió énekarba, hogy akkor még nem is érzékeltem, hogy én egy világszínvonalba kerültem bele Pécs, mert hogy oda kerültem, és fél éven belül elmentünk Párizsba egy Missa Solemnisszel, és olyan szólista volt a szoprán szólista, akit úgy hívtak, hogy Martina Arroyo. Hát én akkor nem tudtam, hogy az a legnagyobb énekes akkoriban a világon. Aztán olyan volt, hogy a Milánói Scalába mentünk, 7 hétig voltunk ott, mert a Schönberg Mózes és Áron című operáját állították színpadra, és annak az egyik énekkara, mert 2 énekkaros az a mű, a Magyar Rádió énekkara volt. Elég furcsának tűnik, de a magyar nóta műfaját is a Magyar Rádió énekkarának köszönheti. Hogy figyelt fel önre a Magyar Rádió népzenei osztályának vezetője, Grabóc Miklós? Az nagyon érdekes volt, tehát a rádióban mindig voltak próbafelvételek, próba éneklések helyesebben, és láttam a próbatáblán, hogy ki van írva, hogy nóta énekesi, népdal énekesi fölvétel, és akkor elmentem, elénekeltem 2 népdalt, és akkor felhivatott a Grabóc Miklós ő hozzá, és mondta, hogy maga nem népdalokat fog énekelni nálunk, hanem nótákat. Nem utasította vissza rögtön, mert hogy esetleg távol áll öntől? Sőt. De azért a zenei kalandozások jellemezték az életét bőven, de erről beszélgetünk majd egy kicsit később. A most következő dalcsokor is Pere János sokszínű világát tükrözi. Az egyik vele készült műsorban például elfelejtett nótákat, népdalokat és virágénekeket adott elő. Most ez utóbbiból következik egy részlet, de előtte az üzenetek. Kunhegyesen édesanyjának, Lukács Jánosnénak 78. születésnapja alkalmából hosszú, boldog életet kíván lánya, Zsuzsa. Sormáson édesanyjuknak, Husz Antalnénak 85. születésnapja alkalmából betegsége elviseléséhez erőt kívánnak gyermekei és unokái, hiszen még nagyon sokáig szeretnének vele együtt élni. Dunaújvárosban Cicinger Lajosnak 82. és Fürtös Imrénének 80. születésnapja alkalmából jó egészséget, szeretetet kíván az őt körülvevő családtagoktól Pannika és családja. Drága édesanyjuknak, Gyárfás Istvánnénak pedig 70. születésnapja alkalmából köszönik törődését és kívánják, hogy a Jóisten még sokáig tartsa meg erőben, egészségben. A család nevében köszönti őt Klára. Pere János partnere Ferenc Éva. Zöldernőben esik, mezőben sétál egy madár, kék a lába, zöld a szárnya, hóbe gyöngyön jár. Hívva engem úti társnak, el is megyek én, nincs erdejben olyan leány, ki megtartson már.
Hogy mehetnék véte hozzád, én édes szerelmem, a kutyának ugatásán észrevesznek engem. Csattót adok a kutyának, s vége lesz az ugatásnak, mi jöhetsz majd hozzád. Hogy mehetnék véte hozzád, én édes szerelmem, a ludaknak gágogásán észrevesznek engem. Kósát adok a ludaknak, vége lesz a gágogásnak, mi jöhetsz majd hozzá. Hogy mehetnék véte hozzád, én édes szerelmem, a cicának nyávogásán észrevesznek engem. Tejfőt adok a cicának, vége lesz a nyávogásnak, mi jöhetsz majd hozzá. Hogy mehetnék véte hozzád, én édes szerelmem, az egérnek cincogásán észrevesznek engem. Gyávol legény, minek is élsz, hogyha az egértől is félsz, támad, támad tőlem. Gyávol legény, minek is élsz, hogyha az egértől is félsz, támad, támad tőlem. Az imént említettem a virágénekek előtt, hogy elfelejtett nótákat, népdalokat, virágénekeket adott elő egy bizonyos műsorban. Mennyire volt jellemző az, hogy saját gyűjtéseket is beválasztott a repertoárjába, mert állítólag nagyon sok dalt önfedezett fel újra? Hát ez nagyon jó, hogy most elhangzik, ennek örülök. Én rengeteget ültem a Széchenyi könyvtárba, most is egyébként, és a Kotta tárba szinte böngésztem ezeket az anyagokat, hogy mi az, ami még magyar, régi, szép, és még nem énekelte el valaki, vagy pedig nincs róla felvétel. Tehát egyszerűen nem hallhatja a közönség. És akkor pont itt jöttem arra rá, hogy tulajdonképpen vannak olyan dalok, amelyeket nem lehet cigányzenekarral kísérni ahhoz, hogy azok úgy szólaljanak meg, hogy a teljes értékében és a teljes szépségében élvezhesse a közönség. Ezeket neveztem én el szalonzenei daloknak. Ezek között volt legelsőnek, ami nem volt elénekelve, nem énekelte senki, ez volt a Herkules fürdő emlék, és e köré a anyag, vagy e köré a dal köré próbáltam olyan anyagot kitalálni és megtalálni, ahol bebizonyosodhat az, hogy tulajdonképpen a magyar nóta nem egyedülálló műfaj, hiszen a polgárosodás műfaja más országokat is elérte, más országokba is kitermelődött. Bécsben egy keringő volt a szalonzene, Párizsban egy sanzon volt a szalonzene, vagy az oroszoknál egy románc. Hát nálunk a magyar nóta lett a szalonzene. A Zeneművészeti Főiskolán annak idején elvégezte a magánének tanári tanszakot is, és hát tanít is nagyon-nagyon régóta. A tanítványait egyébként milyen műfajban oktatja? Ott is változatos? Hát ez nagyon érdekes szintén csak, mert akkor, amikor én a rádióénekart úgy gondoltam, hogy most már nem tudom együtt csinálni a szólóénekesi pályámmal, akkor én felmondtam a rádióénekarban, és akkor elhelyezkedtem egy állami zeneiskolánál, ahol elkezdtem növendékeket tanítani, nagyon élveztem. Annál gyönyörűbb nincs, amikor megszületik egy hang. Hát az valami gyönyörű, amikor megtaláljuk, hogy akusztikailag hogy tudjuk a torkunkat úgy állítani, hogy a legnagyobb hang jöjjön ki a legkisebb erővel. Fantasztikus, szép munka. Most melyik műfaj tölti ki az életét, amikor hívják fellépni? Hát a műsorom az nagyon érdekes, mert én nóták mellett szalonzenéket is énekelek, és akkor egy ABCD típusú műsorom van, és ebből aztán mindig úgy válaszol.
hogy de sohasem maradt ki egyik műfaj sem. És tehát, nem maradhat ki a Herkules fürdője még sem, ami általában 50 évig tiltó listán volt, ha minden igaz, és ön énekelte tehát először újra. Igen, ez így van. Nagyon nehéz munkám volt átvinni, hogy ez tényleg korongra kerüljön, akkor még ugye fekete lemezre. Ennek talán az a története, hogy sokáig nem volt énekelhető ez a dal, mert volt egy olyan szövege, amelyik nem volt jó, hogy volt, de ez a Szerkovics Béla és a Zé Horváth Gyula által kiegészített szöveg, amit én énekelek, ez teljesen emberi, teljesen szerelmes, teljesen olyan, ami ma is van, tehát nem arra van való, hogy eltitkoljuk, hanem hogy megmutassuk. Sőt, szerényen mondta, mert kifejezetten önnek írták. Zé Horváth Gyula ezt a szöveget kifejezetten önnek készítette? A Szerkovics Béla írta az eredeti szöveget, de a dalkeringőnek a szerkezete olyan, az akkori idők divat szerint, hogy volt mindig egy előzene és volt egy utózene ezeknek a keringőknek. Nos, a Szerkovics Béla az előzenének és utózenének hagyta azokat, amit most a Zé Horváth Gyula megszövegesített. Következzen tehát a Herkules fürdői emlék, de előtte az üzenetek. Budapesten Gottlieb Józsefnét, a legjobb édesanyát, nagymamát és dédnagymamát 90. születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel köszönti, sok boldogságot és jó egészséget kívánva lánya Gizike, unokái Anikó és Feca, valamint dédunokái Norbi és Balázs. Kunhegyesen Vince Józsefnének 90. születésnapja alkalmából jó egészséget és minden elképzelhető jót kíván szerető lánya Júlia és Veje László. Menye Eta unokája Palcsi családjával. Édesanyjának nagyon sok boldogságot kíván Sinka Zoltán. Szádelőben Szilvia és László a 30. házassági évfordulóját ünnepli. A következő szerbantal idézettel köszönik egymásnak az eltelt szép éveket. Akit szeretnek, sosem öregszik meg. Szerelmese szemében mindig 12 éves marad, és kócos haját, könnyű nyári ruháját ugyanaz a barátságos szél borzolja egy életen át, ami akkor fújt, abban a végzetes pillanatban. Herkules fürdői emlék, Paceller Jakab és Szerkovics Béla szerzeményét, amelyhez tehát Zé Horváth Gyula írt kiegészítő szöveget, Pere Jánostól halljuk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Nyár volt és csodásan szép, felettünk kék volt az ég, köröttünk ezer világ, szórta rám állatát. Szerelmet ígért az ég, vágyokról dalolt a szél, te jöttél én felül, csak azt kértem tőled, hogy néked élek, nincs a földön boldogabb ember, te vagy a mindenség nekem. Nézz a szemembe, magadat látod meg benne, tarts át a lelve, hisz az élet szép. Már el ne menj, mert az élet csak te véled, nyújthat üdvöt én nekem. Lesz még nyarunk, ezer boldog napunk, amíg átölelsz, érzem, hogy szeretsz, búcsúzz majd, ha menni kell. Csókolj, csak csókolj, ne legyen elég.
már messze jár. Édes bús emlék csupán, hajam is ezüst fehér, elpihent már a szél. Álmomban itt vagy velem, ifjúság szerelmesen, jössze még, kérdezem, de már csak a csend felel. Nagyon kellemes.